Horvátik legkisebb lányukkal érkeztek, hogy születendő kishúga bölcsőjét átvegyék. Fanni márciusban érkezik a családhoz, és néhány hónapig ebben a bölcsőben tölti majd ideje nagy részét. A Fehérvár bölcsője kezdeményezés azért jött létre néhány éve, hogy a gyermekvállalást a család jelentőségét szimbolizálja, és az, hogy fontos, hova születünk. Igaz, hogy nem vagyunk tőzsdékeres fehérváriak, de ő már a negyedik gyermekünk lesz, aki itt születik, és most már 12 éve itt lakunk, és valahogy amikor megláttam a hírlevélben, hogy pályázni lehet, akkor arra gondoltam, hogy ezt most pont nekünk találták ki, hogy éppen márciusban érkezik a gyerkőc, épp februárban el tudjuk venni, és hogy ez mekkora dolog, meg mekkora ajándék, hogy így Fehérvárnak az egyik jelképe nálunk lehet. A Széna Egyesület minden évben újra és újra kiadja a vándorbölcsőt egy kisbabás párnak, akik addig használják azt, amíg gyermekük ki nem növi. Fontos, hogy ilyen kis apró kis örömekkel is segítsük a családokat, hiszen a Széna Egyesület sok mindent megtesz értük. Ez egy nagyon jó lehetőség a családnak, hiszen a bölcsőringatás olyan, mint a kismamának az ölelése. Kicsit az idegesedést, kicsit a beilleszkedést a kisbabának is nagyon segíti a családba. A bölcsőt most adták át 18-szóra, és egy-egy családnál általában 4-5 hónapot van. Ez az az időszak ugyanis, amikor még akkora a baba, hogy biztonságosan lehet használni a bútort. Most így a házasság hetéhez kötődően ez egy fontos figyelemfelhívás is igazából, mert a párkapcsolatoknak egy megerősítő része az is, hogy gyermek születik, és itt ebben a családban már a negyedik gyermek, úgyhogy ez mindenképpen jól tükrözi azt, hogy mennyire fontos a házasság és a gyermekeknek a vállalása. A bölcső átadót követően a Széna Egyesület által meghirdetett Hívd Randira a párod játék nyerteseinek kisorsolása következett. A játék szintén a házasság hetének programsorozatához kapcsolódott.